Közös lista és közös egyéni jelöltek pártszövetségként indul a választáson az ISZOM és a Munkáspárt. A tervek szerint akár hosszú távon is szövetségesként folytathatják. Szanyi Tiborral beszélgetünk. Jó estét, ez egy ilyen baloldali szövetség? Ez a neve, jó estét kívánok. Ez lesz a neve? Igen. Szó szerint ez a neve, baloldali szövetség, bár a szavazólapon értelemszerűen a két pártnak a külön-külön neve van, hiszen ez a baloldali szövetség, ez gyakorlatilag ugyanolyan becenév, mint másoknál, például itt ez a rendszerváltó szövetség, vagy még van baloldali platform, polgári platform, szóval sok minden van. Lényeg az, hogy a definíciója ennek a mostani műveletnek az, hogy baloldali nem szövetség. Nem szélső baloldali? Ugye vannak itt még baloldaliak, a szocialisták is azt mondják, hogy ők baloldaliak. Ahhoz képest ez nyilván szélebbre van. Hát ezt mondják magukról sokan, meg a Fidesz is mondja róluk, hogy baloldaliak. Én mindig úgy elcsodálkozom, amikor ilyen kormányoldali elemzők és politikusok mondják, hogy a baloldal így a baloldal, úgyis mondják ezt a Jobbikra, meg a Momentumra, meg Márki-Zay Péterre, meg közük nincs a baloldalhoz. Hát ez nyilván azért van, mert ők akarják a jobboldalt megtestesíteni. Na, hát mi meg úgy gondoltuk, hogy itt az idő, hogy a krumplileves legyen krumplileves, és ez azt jelenti, hogy végre egyébként ez a helyes megközelítés a dolgnak, hogy a rendszerváltás után először fordul elő, hogy baloldali pártok választási szövetségre lépnek, és ez egy nagyon fontos dolog. Nem én találtam meg, bár irigylem, az interneten fönn van már Horn Gyula egy 2006-os lakossági fórum ott ül mellette, ahol azt mondja Horn Gyula, hogy egyedül vagyunk, Tibor, erre gondolom emlékszik. Hogy nem emlékeznek? És a következő mondata úgy szól, hogy hát kivel fogjunk össze? A Türmerrel? Hát hogyan? Na most már nincs egyedül, Tibor. Összefogott Türmerrel. Ott ez volt más is, hogy a Jobbikkal? A Jobbikkal, de hát a Jobbikkal, még a Jobbikkal is összefogott. Nem. Ha már Jobbik. Szóval a történethez az is hozzátartozik, hogy mi 2020, tulajdonképpen egész évben, igen, 2020 elejétől egész évben kerestük a lehetőséget, hogy program alapon egyeztessünk a különböző pártokkal, a Jobbikot leszámítva. A Jobbikot mi nácinak tartottuk, ez így. Tehát velük nem, de mindenki mással igen. Egy éven át küzdöttünk, hogy a programról beszélgessünk. Mit akarunk ezzel az országgal? Mert annak lehet a vége az, hogy oké, nem egyeznek a nézeteink, te erre, én arra, de legalább egyeztessünk. Nem vették komolyan? Én nem tudom, hogy mit vettek, mit nem vettek komolyan, mert az egészen biztos, hogy gyakorlatilag a fülük botját nem mozgatták. Viszont voltak pártok, akik mozgatták, így például a baloldali pártok közül jó páran is velük, egyébként egyeztettünk is. Kiket tekint baloldalinak? Hát most csak példának mondom, akik jobban benne vannak az emberek fülében, mondjuk az európai baloldal, vagy például a szociáldemokraták, ezek baloldali párt, Táncsics mozgalom, ezek mind baloldali. Az nem ijesztő, hogy ezek az előző választásokon milyen eredményt értek el? Nem ijesztő. Gyakorlatilag ugye itt 30 éven át ment egy ledorongolás. És ez a baloldalnak egyféle elárulása volt még akár az MSZP részéről. Én ezt nagyon sokszor szóvá tettem, tehát nekem ez ügyben menlevelem van. Nem először, 20 éven át mondtam, hogy balra. És amikor... Hát Horn Gyulának nem szólt vissza, hogy Türmerrel. Igen, de én akkor léptem be a Magyar Szocialista Pártba, amikor Horn Gyula éppen megszűnt miniszterelnöknek lenni. Tehát ő ilyen értelemben, és nekem nem is a Horn Gyulai vonalvezetéssel volt bajom, hanem ami utána jött. De nem is erről van szó, hanem arról, hogy gyakorlatilag a baloldali pártok beszéltek egymással, ezek az úgynevezett ellenzéki, szerintem neoliberális, liberális, náci, stb. Pártok, ezek meg nem. Na most eljött az idő, 2020. december 20-án, igen, amikor az a hat párt bejelentette, hogy ők lezárták a mindent, ők együtt vannak, leváltják a Fideszt, mindenki más, meg Fidesz-Bérenc, meg kamupárt, meg nem tudom mi. Oké, mi ezt tudomásul vettük, viszont cserébe az volt, hogy gyakorlatilag most, amikor közeledtünk a választáshoz, azt láttuk, hogy itt a baloldali pártoknak vannak jelöltjeik, és miközben van egy programazonosság. Hát most miért olcsuk ki egymás erejét? Mondjon egy példát, mi azonos a Türmerféle Munkáspárt és az önök elképzelései között? Három, négy markáns dolgot fogok mondani.
Az egyik az az, hogy mi alapvetően jövedelmi intézkedésekkel gondolnánk az első lépést megtenni a szociális válságból való kilábalás érdekében. Ebben benne van a 250 ezer forintos nettó minimálbéres követelésünk. Egyébként ez ügyben a munkáspárttal mi a nyár során, tavaly nyár során végiggyűjtöttük az aláírásokat. Nagyon sokat szereztünk egyébként. A másik nagyon fontos dolog a jövedelmi intézkedéseken túl, hogy rendet kéne rakni végre az egészség vonalon, ami azt jelenti, hogy teljes körű társadalom biztosítás, és ehhez tartozóan mindenkire kiterjedő magas minőségű szolgáltatások. Tehát olyan nem lehet tendenciájában, hogy ma már gyakorlatilag a lakosság egészségügyi kiadásának a felét a magánegészségügy viszi el. A harmadik gondolom az oktatás. A harmadik bizony az oktatás. Itt kizárólag az ingyenes és szintén nagyon jó minőségű oktatásra helyezzük a hangsúlyt. Úgy is mondhatni, hogy állami oktatásra, ez egy nagyon fontos történet. Ez erre kell alapozni, nem lehet egyházakra, alapítványokra és egyebekre. De talán számomra az egyik legkedvesebb dolog, ez a lakhatási válságnak a felszámolása. Iszonyatos lakhatási válság van, ez csak fokozódik az elmúlt hetekben, hónapokban, gyakorlatilag 1-2-3-4 millió forint egy négyzetméter lakás már rengeteg helyen. Ez csak egy masszív állami bérlakásépítéssel lehet ezt a piacot megzabolázni. És azt gondolja, hogy a munkáspárttal összefogva az Iszonnak arra lesz esélye, hogy bejusson a parlamentbe akár? Nyilvánvalóan mi erre törekszünk. Megnézted, hogy a munkáspárt mennyi szavazatot gyűjtött 2018-ban, mondjuk legutóbb? Én megnéztem, 15.640 országosan. Rendben van, akkor még most mondom, hogy az ellenzék vezető ereje, a demokratikus koalíció 5,34%-kal ül be jelenleg az országgyűlésben. Hát ez meg 0,27. Moment. De ő legalább azt mondja, hogy kormányt akar váltani az 5,000%-án. Ma már nem ott tart. Én értem, mi se fogunk ott tartani, és mi is ott akarunk tartani, hogy igen, egy számottevő politika erő legyen. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy ebben az országban nem csak kormányváltásra, de szó szerint ellenzékváltásra is van szükség. Türmer Gyulával? Bárkivel, aki baloldali. A baloldal ez egy alternatíva. Ez jelenleg nincs a magyar politikai mainstream vagy főség. De azért furcsa, hogy ugye ellenzékváltásról beszélt Türmer Gyula, gyakorlatilag a rendszerváltás óta a munkáspártot vezeti, és próbál valamire jutni vele, egyre rosszabb eredményeket elérve. Hát ezt esetleg érdemes vele is megbeszélni, mert én nem akarok. Hát ez most egy választási szövetség. Azért kérdezem önt, mert ez egy választási szövetség. Én azt gondolom, hogy a két pártnak vannak olyan értékei, amit ha összeteszünk, az nem összeadódik, hanem szorzódik. Egyébként nagyon komoly várakozás. Sokat kérdezték tőlünk a nyáron, hogy miért nem, miért nem? Hát tessék, íme. Na de egyébként azért a legfontosabb dolog azért az, hogy miért beszélek arról, hogy a kormányváltáson kívül ellenzékváltásra van szükség. Azért itt az elmúlt 12 évben ezek az úgynevezett kormányváltásra fölesküdött pártok, ezek konkrétan több mint 50 milliárd forintot kaptak a Fidesz kegyelméből. És hát nem a Fidesz kegyelméből, a törvény így szól. Igen, ezt a törvényt kizárólag a Fidesz hozta, bele nem szólhattak. De hát korábban is volt pénz a Fidesztől. Moment, de akkor még az még egy más világ volt, mert akkor még az ellenzéknek volt valami beleszólása. 12 éve semmi beleszólása nem volt az ellenzéknek abban, hogy mennyi pénzt kap, mennyit nem kap. 50 milliárd forintból erre az eredményre jutottak, ahol most tartanak. Biztos szép, csak hogy éppen nem sikerült. De nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a kormány is, meg az ellenzék is ugyanazt a kapitalizmust akarja építeni. Adórendszer marad, szociálpolitika marad, mi pedig ezeket meg akarjuk változtatni. Szocializmus? Igen. Nem tartható a világon az, hogy most a járvány idején belerokkan több milliárd ember, és a leggazdagabbak vagyona meg megduplázódik. Ez nem tartható a világ végéig. Igen, ha tetszik, hanem egyféle szocializmus lesz ebből a globális válságból a kiút. A Liszom és a Munkáspárt szövetségben indulnak a választáson. Voltak éppen ez volt az apropó, hogy Szanyi Tibort hallgattuk. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.